Kedves kollégák, a középkori tudomány helyzetéről szóló előadás második részéhez jutottunk, ami egy ilyen vegyes felvágott, a vallás hatásáról, az egyetemek és a technikai fejlődésnek a középkori szerepéről fog szólni. Az első témánk, tehát a vallás és a tudomány kapcsolata. Ez egy olyan téma, ami sajnos ideológiailag nagyon átfűtött terület. És sok sztereotípiát fogalmaztak meg az emberek ezzel kapcsolatban. A leggyakoribb ezek közül az, hogy a vallás és a tudomány egymással ellentétes dolgok lennének. Sokszor megfogalmazák azt is, hogy a középkorbeli lassú fejlődés az főként a vallásoknak köszönhető, illetve a vallások káros hatásának tulajdonítják a középkor nehézségeit illetve az is elhangzik, hogy a kereszténység kifejezetten tudományellenes lenne, és az inkvizíció minden gondolkozó embert üldözött. Látni fogjuk, hogy ez nem így van. Nem ebben az előadásban, de a középkori tudományról szóló előadásban például előjönnek majd a Galil galilei per valódi körülményei. Látjuk, hogy azért az nem egészen úgy van, mint az egyszerűsített képekben. E és azt mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy ezeket a vallás kereszténység ellenes gondolatokat azok a gondolkozók ültették el a közgondolkozásban, akik a felvilágosodás korában kifejezetten egyház és vallás ellenes propagandát folytattak. De menjünk csak a konkrétumokra és látni fogjuk ezt a ezt az egészet először is a, az iszlám és a tudomány kapcsolatáról szeretnék pár dolgot mondani a kettő nem ellentétes egymással a koránban le van írva, hogy a tudósok tintája egyenértékű a mártírok vérével tehát megbecsült dolog volt a tudományt, hát bizonyos korlátok között művelni a, az egységes arab világ Arab nyelvű Birodalom létrejötte. És az egységes vallás sokszor nem szándékosan is, de kedvezett a tudomány fejlődésének, például a korán oktatás az az egységes nyelvet vezette be, ami lehetővé tette az olyan dolgokat, mint amit a bevezetőben említettem, hogy nagy területről összegyűjtsék a tudást, mindenki megértse, azt illetve mondjuk az egyik gondolkozó át tudjon telepedni egy csillagászati obszervatóriumba a birodalom területén belül. Illetve egy érdekes hatása volt annak, hogy a, a, az emberalakok ábrázolása tiltva volt, a geometria fejlődését mozdított elő, és rengeteg muszlim területen láthatunk nagyon szép geometriai mintákat a díszítésként. Kereszténység és tudomány, ugye mi inkább Európára fókuszálunk ebben a témakörben, és a középkor végefele az európai területek, ami keresztény kultúrkörhöz tartódnak, át is veszik a vezető szerepet a tudományban. A kereszténység azt kell mondani, hogy kifejezetten jó hatással van a természettudományok művelésére. Miért mondom ezt? Több ö, ok, ö, okot is tudok fölhozni erre. Az egyik a mitosztalanított világkép. A keresztény, vagy precízebben azt kell mondanom, a zsidó-keresztény világképben, mert a zsidó vallás is ö, rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, azt állítják, hogy vannak szellemi lények, hát például Isten vagy az angyalok, de a természetnek saját törvényei vannak az égi testek maguk, tehát természeti jelenségek, nem valféle istenek, vagy angyalok, vagy efélék, hanem ezek egyszerű teremtmények, amik az isteni beléjük rendnek engedelmeskednek. Például a Teremtés könyvében ezt olvashatjuk a napról és a holdról, Isten megteremtette a két nagy világítót. A nagyobbik világítót, hogy uralkodjék a nappalon, és a kisebbik világítanak, hogy uralkodjék az éjszakán, s hozzá még a csillagokat is. Isten az égboltra helyezte őket, hogy világítsanak a földnek, uralkodjanak a nappal és az éjszaka fölött, s válasszák el a világosságot meg a sötétséget. Tehát semmi probléma nincs a nap és a hold egyszerű világító testek, tehát lehet őket tanulmányozni, nem valamiféle Istennek a szimbólumai vagy itt van Sirák fiának a könyvéből, e, az ég szépsége, a csillagok pompája, fényük díszíti az úr magasságait. A szent szavára szilárdan áll a rend, sök nem halványulnak el őrhelyeken. Nézd a szivárványra, dicsérd az alkotóját, káprázatosan szép a pompájában. Ez is pozitív viszonyulás a természet szépségei felé, e, és a Természet tanulmányozása az, az úrhoz visz közelebb az ószövetségi, ige, az ószövetségi részek alapján. Aztán az embernek a méltósága. Isten azt mondja a teremtés hajnalán, hogy az embereknek, hogy legyenek termé, legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai, és minden állat fölött, amely a földön mozog. Nos, ezeket a passzusokat néha manapság negatív hangsúlyjal idézik, mert az ura, uralkodj az ég madarai és a tenger halai fölött, hát ezt lehet rosszul is csinálni a természet kiuzsorázásával, de nem erről szólt a teremtés könyve, hanem az, hogy az ember ismerje meg ezeknek a törvényét, és használja ki a saját javára. Az uralkodás az nem feltétlen kihasználás, és nem is ebben az értelemben állít, hanem az, hogy az ember igenis magasabb rendű. Isten képmására van alkotva, képes megismerni és befolyásolni a természetet, és ez vitathatatlanul kiemeli az embert a természetből. Tehát a természet megismerés és uralmok alávonása az emberiségnek egy feladata, uh, Istentől kapott feladata. Vagy a Zsoltárokban az, az áll, hogy bámulom az eget kezedművét, a holdat és a csillagokat, amelyet te alkottál. Uh, és hatalmat adtál neki kezedműve fölött, mindent lába alá vetettél. Az ember tehát képes megismerni a világ törvényeit, és isteni tervet teljesít, hogyha, hogyha ezen uh, sürgölődik, és meg akarja ismerni a teremtett világnak a törvényszerűségeit. Aztán az új szövetségbe láthatunk például egy olyan mondatot, amit nagyon sokan úgy is idéznek, hogy nem emlékeznek, hogy honnan való ez. Pálapostól írja, Tesszalonikőködét második levélben, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Meg kell jegyezni, hogy ezt a pár kortársai közül nem mindenki vallotta. Például a filozófusok azok lenézték a kétkező munkát. Jó, hát munkának tekintették a filozofálást, de azért nem ez a hozzáállásuk volt. Mindenképpen a munka nagyobb megbecsülését hozta el a kereszténység. Vagy az emberek egyenlősége, amin alapul az, hogy amikor a kereszténység uralkodóvá válik, akkor megszűnik a rabszolgaság. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, szabad férfi vagy nő, mert mindannyian egyé lettetek Krisztus Jézusban, írja Pálapostól. Ez nagy különbség az ókori gondolkozáshoz képest. A legnagyobb különbséget itt a tudomány szempontjából a rabszolgaság megszűnésének az előidézése jelenti, mert ez és a termelő munka nagyobb megbecsülése azt jelenti, hogy a magasan képzett emberek foglalkozni kezdenek majd a termelő tevékenységnek a megkönnyítésével. És itt jön be a szerzetes rendeknek a szerepe a középkorban. Ugye most alapvetően a középkorról beszélünk. Mindenki tudja, hogy a kolostorok egyben műveltségi központok is voltak, azon kívül, hogy a közigazgatásba besegítettek. Például a bevezető részben említett dolgok, hogy lefordították a görög műveket latinra, hogy mindenki érteni tudja. Esetleg ugye az arab nyelv közvetítésén keresztül ezt nagy részt szerzetesek végezték ezeket a, a munkákat. De ezen kívül sok, sok más szerepük is volt. Ugye elég közismert, hogy Szent Benedeknek ö, ö, tulajdonítják, hát ez egy rövidített formája annak, amit Szent Benedek írt, az imádkozzál és dolgozzál ö, mondást. Praktikusan viszont tényleg az volt, hogy a bencés szerzetesek ö, eredendően a saját kezük munkájával. Sokszor földműveléssel és élelmiszerügyi tevékenységgel, például sörfőzéssel keresték meg a, 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 az a megélhetésüket. Tehát ők maguk dolgoztak a megélhetésükön, és ez ki volt adva regulába parancsként. Viszont itt azt jelenti, hogy okos, művelt emberek csoportja a saját megélhetését tudja előmozdítani azzal, hogyha fejleszti a mezőgazdaság, élelmiszeripar bizonyos részeit. Szóba se kerülhetett, hogy egy görög filozófus iskolának a tagjai ilyennel foglalkozzanak, sőt, erre még büszkék is legyenek. Itt láthatunk két képet, ez egy régebbi kódexből van, ez egy sörfőző és sört kóstoló szerzetes, vagy ez egy modernebb ábrázolás, egy, egy üveg, üvegképen egy sajtkészítő szerzetes itt van a kezébe. Ugye nem véletlen, mai napság is Magyarországon a trappista sajt egy népszerű sajt, és a trappista az egy szerzetes rendnek a neve valójában. Tehát az elméleti dolgokon kívül a praktikus dolgokban is segítettek a szerzetesek olyan, olyan mára már már elfeledett szerepük is volt bizonyos területeken, mint például az infrastruktúra fejlesztés. Létezett egy hídverő szerzetes rend, aminek az alapítója azt a küldetést kapta Istentől, hogy az embereket azzal kell szolgálnia neki és a követőinek, hogy hidakat építsen. Ugye nem tűnik ez túl komoly dolognak, de azért ha belegondolunk, Hogyha valahol építettek egy hidat, ott a közlekedés, a kereskedelem és minden fellendülhetett, és ez tényleg egy nagyon fontos dolog volt. Az első hídjuk az Avignon híd volt, amiről a, az a gyerekdal is szól, amit a mai napig is emlegetnek. Ez a készen áll már híd körtáncé járja Avignonban, az egyik magyar fordítás szerint. Tehát ez olyan nagy jelentőségű dolog volt, amit ezek a hídverő szerzetesek építettek, hogy a mai napig is gyerekdalként emlegetik, tehát sok évszázad távlatából is jelentősnek tartják. Már szerzetesek meg, meg művelhetővé tettek előtte nem művelt területeket. Vagy egy másik ilyen hát, szellemi infrastruktúrális dolog volt az egységes időszámítás bevezetése, Dionysus Exigus-tól a 6. század elejétől származik ez a gondolat, hogy az addigi többféle időszámítási alappont helyett Jézus születését tekintsék kezdőpontnak. Ezt nevezték úgy, hogy a latin kifejezés, hogy Anno Domini, én nem tudom, 622, az úr 622. évében, és ez az egységes időszámítás, nagyon pozitívan hatott a közigazgatási, sőt a történetírási tevékenységekre. Az, hogy lett egy ilyen egységes időszámítás. Hát azt meg kell valani, hogy ez az ember, aki szintén egy szerzetes volt, eltévesztette egy kicsit a számolást, és a mai, mai tudósok azt mondják, hogy 4-6 évvel el elrontotta a számításokat, de hát gondoljunk bele, elég zűrzavaros időszak volt, nemhogy internet, de még könnyomtatása se volt, tehát nehezen fért hozzá az ősi forrásokhoz, és 500 évet kellett KB visszaszámolni, hát abban tévedett 4, 5, 6 évet ez belefér szerintem a hibába mindenképpen megemlítendő azon, hogy ebből a korból a középkor elejéről származik ez a mai, máig is használt egységes, egységes időszámítási rendszer. És itt, amikor a vallás és a tudomány kapcsolatáról beszélünk, és megemlítettem, hogy sok hamis állítás fogalmazódik meg. Az egyikre szeretnék külön kitérni, mert ennek külön jelentősége van, és lesz majd a fizika történetben. Ez a Föld laposságának a mítosza Ugye gyakran hallunk ilyet, hogy a sötét középkorban laposnak hitték a Földet, és azt hitték, hogy a Föld az egy kupola föléje, kupolaként ború föléje. Itt van, ezen az ábrán láthatjuk, hogy az állítólagos középkori ember így gondolkozott a világmindenségről, mondják egyesek. De azt is állítják, hogy a középkorban az egyház már azokat is üldözte, akik azt mondták, hogy a föld gömbölyű. Vagy hogy Kolumbusznak meg kellett küzdenie a tudatlansággal, mert, azt hitték, hogy, mert nem hitték el neki, hogy a föld ö, gömbölyű. Hoppá, itt azt hiszem elírtam valamit. Mert nem hitték, hogy a föld lapos, nem hitték, hogy a föld gömbölyű. elírtam értelemszerűen. Nos, ezek az állítások szimpla hazugságok. Tehát ez egyszerűen nem igaz, amik, amiket itt láthatunk. Például ez a kép nem egy középkori kép, ez egy 1800-as évek végi kép egy olyan szerző művéről, aki a középkort szándékosan sötétnek akarta beállítani. Mi a helyzet a laposföld mítosszal kapcsolatban? Valóban úgy gondolták a középkori emberek, hogy lapos a Föld? Hát a műveletlenek esetleg. De minden tanult ember pontosan tudta, hogy a Föld gömb alakú. Hiszen ismerték és elfogadták a görögöknek az eredményét, ahogy tanultuk. Például Konstantinápolyon keresztül ö, is tudták ezeket, ott megőrződtek ezek a dolgok, és a görögök nagyon régóta. Hitték, sőt, ugye meg is mérték a földnek a kerületét. De nem hogy úgy gondolták a középkori emberek, hogy a földgömb alak, hanem még egyszerűen új bizonyítékokat is tettek hozzá, például ez a középkorból származik a föld gömb alakjára egy másik bizonyíték. Ugye emlékezzünk az ókoriakra, a távolodó hajónak a földgörbület általi eltűnése, illetve a. Mm, holdfogyatkozáskor a földárnyék a holdon mindig kör darabokat mutat meg. Nos szóval a középkorban hozzátettek ehhez egy olyat, hogy magas hegy tetejéről a sík határ az lentebb látszik a vízszinteshez képest. A vízszinteset ki lehet mérni egy egyszerű függőónnal, hát az arra merőleges irányt, vagy egy ilyen víz Vizet használó vízszintezővel, és ennél lentebb van a látóhatár. Látjuk ennek az okát is ezen a rajzon. Persze a valóságban az a szög nem ekkora, hanem jóval kisebb, csak hát szerettem volna, hogy a rajzon jól látszódik ez. A kerületét is ismerték nagyjából, bár inkább a Tolemayussi kb. 30.000 ezer es értéket fogadták el nem volt a méréstechnika ott, hogy ezt nagyon pontosan meg tudták volna mérni, és nagyon fontos, hogy soha senkit nem neveztek eretneknek, aki a föld gömb alakjában hitt. Sőt, hát igaziból a középkorban igaziból az volt a kérdés, hogy az egyre pontosodó földmérési eljárásokkal szerették volna kimérni, hogy pontosan gömb alakú-e, nincs -e például lapultsága. Nem tudták ki miért, de ugye később igazán bizonyult, hogy a Föld nem pont gömb alakú, hanem egy picit lapult. Na ezzel kezdtek, ezzel foglalkoztak a középkorban, nem az, hogy sík lenne a Föld. Na most ez a sík Földben való hit, ez mint a butaságnak a, a, a vágya, mint a butaság szimbóluma, hogy jaj, te azt hiszed, hogy lapos a Föld és teknősök hordozzák. Ez valójában a politikai, ideológiai célokból jelenik meg, a 16. században először. Először a protestások vádolják a katolikusokat ezzel, később az ataisták minden keresztére kiterjesztik ezt a vádat. De ezek határozottan későbbi utólag szült politikai indítatású vádak voltak. Olyan emberek is terjesztették ezt, mint például az USA egyik alapítója Thomas Jefferson, aki hát értelemszerűen ott olyan korszak volt, amikor azt akarták kimutatni, hogy ahonnan ők elszakadtak az európai kultúrkör, az mennyire rossz, és Thomas Jefferson is írt ilyet az egyik írásában, hogy, hogy hát régen milyen sötét korszak volt, hogy még azt is üldözték, aki gömb alakúnak tartotta a földet. Hát sajnos ez benne maradt is a az USA-ban és az Egyesült Államokban tényleg sokan elhitték ezeket a vádakat. Egy szomorú fejleménye is van ennek, bár lehet akár viccesek is fölfogni. Na, ez már nem tananyag, az előz ez tananyag, ez nem tananyag, csak nem bírtam megállni, hogy bele ne tegyek. A modern laposföld hívőknek relecánsza van. Az internet fölfuttatta a hülyeség terjedését. Ö, általában toleráns vagyok azzal kapcsolatban, hogyha valaki csacskaságokat hisz. Ugye még azt is megvédtem a bevezető előadásban, hogy az ókorban nem volt teljesen hülyeség még a csillagjóslásban is hinni. Nem ismétlem el az ottani gondolatokat. De aki a 21. században a lapos földbe hisz, az bolond. Az a legegyszerűbb sajnos, hogyha valaki elég nagy határozottsággal mond egy nagy marhaságot, és még weboldalt is csinál hozzá, akkor annak lesz egy csomó követője. Így létezik a Flat Earth Society, meg lehet keresni a honlapjukat, és ők azt hiszik, hogy a föld lapos. És azért nem lehet a peremére oda menni, mert a titkos szolgálatok hajói nem engedik oda a kíváncsiskodó embereket. Ez így van. És a nap egy kicsi világító izé, ami repked fölöttünk, és a nap fe, tényleg felkel meg lenyugszik, és mindaz a marhasság, amit el tudunk képzelni. E, hát a netről loptam ezt az ellenérvet, egy hatásos ellenérv írta valaki a neten, így néz ki egy holdfogyatkozás: hogyha tényleg lapos lenne a Föld, és látszanának ugye az elefántok, meg a teknős. E, Ugye ez visszautal arra, hogy a görögök e, több mint 2000 évvel ezelőtt már a holdfogyatkozás valódi alakjából helyesen következtettek a Föld valódi alakjára. Hát pszichológiailag érdekes tanulmányozni a jelenséget. A, mode a mostani tudományellenes hangulat, hatóságok elleni bizalmatlanság táplálja, hogy létezhetnek-e dolgok. Azonban az kétségtelen tény, hogy a vallás nem akadályozta a tudomány fejlődését alapjaiban. Néha voltak súrlódások, majd a Galilei pernél konkrétan látjuk, de nincs egy ilyen általános fékező hatása a tudomány fejlődésére a vallásoknak. És a következő téma, amiről itt a középkori tudomány kapcsán beszélünk, az az egyetemeknek a témája, ami nagyon fontos dolog. Megfogalmazódik a középkorban, Hát, amikor éppen olyan korszak volt, hogy nem az éhinséggel, járványjal, meg a betörő mindenféle más néppel kellett küzdeni, szóval megfogalmazódik zódik már a középkor elején az a cél, hogy jó lenne, ha minél többen járnának iskolába. A nemesi ifjakat külön kérése magántanárok ö, oktatták a közrendő embereknek pedig plébániai szerzetesi is, is iskolák voltak, ahol többnyire csak a betűvetésre tanították meg az oda járókat, meg az egyszerű számolásra, de már ez is nagyon fontos volt. Az, hogy egy-egy területen mi történt a témában, az nagyon függött a politikai helyzettől, meg egyes lelkes egyének egy helyi uralkodó vagy egy helyi püspöknek a kezdeményezésétől szánte pénzt arra, hogy közoktatást tartson fönn. De sok helyen ezek megtörténtek. Legtöbb helyen az iskola az legfőképp a papi és szerzetesi utánpótlást volt hivatott biztosítani, de alacsonyabb szinteken bárki részt vett az oktatásban és még felszentelés előtt távozhatott, és akkor ő lett egy írnok valahol, vagy valamiféle ilyen elméleti munkát vállalt valami jogi területen sokszor, és néhányan a tudományba is elhelyezkedtek. Meg szokták említeni Nagy Károly iskoláit a 9. századból, ahol a mai tantárgyaknak az őseit már felbukkani láthatjuk, illetve a nevelési elveket is Ö, ö, megfogalmazni láthatjuk ezekben a, a, ezekben az írásokban, amik erről szólnak. Na de a csúcsa középkori oktatási rendszernek az az egyetemek voltak. Eleinte ezek is szerzetesi vezetése alatt működtek, nem csak nemesek mehettek oda be, ö, tehát nem volt ilyen, eliti, ilyen értelemben elitista, jó hát. Tandíjat sok helyen kellett fizetni, tehát egy szegény ember esetleg szponzor nélkül nem tudta előteremteni, de eleve nem volt kizárva onnan senki se. Viszonylag szabad légkör volt, a közös nyelv a latin, ez pozitív, ugye ma maradisákként tekintünk a latin nyelvre. Akkoriban a latinnak az volt a szerepe, mint manapság az angolnak, ami nincs meg angolú manapság, az szinte nincs is a tudomány területén, nos hát ez a latin volt az akkori közös nyelv. És nagyon érdekes nemzetközi forgatag volt a diákok körében. A nagyobb európai egyetem alapításoknak itt láthatjuk az időpontjait. Ugye a legelső egyetemeket a 11. században alapították itt a Bologna, vagy például a Szalernói Egyetemnek a dátuma. Aztán utána jöttek a 12. 13. században egyetemek. Hát az, az első ö, magyar egyetem az Pécsen alapult 1367-ben, és de itt a környékünkön az 1300-as években is több egyetem alakult már. Az egyetemeknek ö, nagyon változatos volt a rendszere. Voltak például királyi egyetemek amit egyszerűen a király vagy a helyi uralkodó finanszírozott. Aztán voltak olyan egyetemek, amik, egyetemek is, amelyek részben a tanárok tulajdonába voltak, ez egyfajta vállalkozás volt, a tanárok, ha beszálltak a magánvagyonukkal, akkor részesedtek az egyetem bevételeiből is. Ez nagyobb önállóságot biztosított az egyetemeknek, mint hogyha csak a király szponzorációjától fügtek volna, viszont hát csődbe mehetett az egyetem. Nos, hát azért, ha belegondolunk a mai korban is efféle gondokkal, hogy most e e mekkora szerepet vállal, hát most nem a király, hanem az állam az egyetem finanszírozásában, és mennyire tartsák el magukat az egyetemek, mennyire indítsanak vállalkozásokat, ezek a mai napig is élő problémák. De voltak olyan egyetemek is, amik diákok által voltak finanszírozva, nem csak egyszerűen némi tandíj fizetésével, hanem ö, olyan szinten is a diákok kezébe volt az egyetem, egyetemek irányítása néhol, hogy ö, a rossz tanárokra még a korabeli hök, ö, nyilván nem höknek hívták, büntetést is kiszabhatott. Tehát, hogyha egy tanár nem teljesítette a vállalat kötelezettségét, akkor azt megbüntethette a diákok által szponzorált szervezet, hogyha az egyetem nagy részt a diákok általi befizetésekből működött. Néhány érdekesség, ami mai napság is ismerős lehet, bár az első éppen kezd kikopni. Ugye a könyvnyomtatás még nem volt meg az első egyetemek idején, de később is a könyvek elég drágák voltak, amikor megjelent már a könyvnyomtatás, és ezért a diákok csak jegyzetekből tudtak tanulni, a saját jegyzeteikből tudtak tanulni, és ekkor fejlődik ki a folyóírás, amit az általános iskolákban szépen tanulunk a mai napság is. Ezzel sokkal gyorsabban lehetett írni mint, nyomtatott, mint ma, amit ma úgy mondunk, a nyomtatott betűkkel. Tehát kifejle, az egyetemisták fejlesztik ki a folyóírást a jegyzetelés miatt. Valamint az, az is megemlítendő, hogy a középkori egyetemeken szabad légkör uralkodott, és a diák élet részének tekintették a bulizást és a, és a csintevést. hát jó, hát mulatozásnak nevezték mondjuk, és ha belegondolunk, sok népmesében is találkozhatunk a csintevő diáknak a figurájával, aki megy-megy, betér egy kocsmába, nincs pénze fizetni, ezért valami tréfát ö, ö, eszközöl a kocsmároson, aztán lehet, hogy a végén ott fogják mosogatni, de mindenképpen jól szórakozik a, az egyetemi, a, a deák, aki járja a, a vidéket. Az egyetemek a tudomány, fejlődésének szempont, tudomány fejlődése szempontjából nagyon kiemelkedő szerepet vittek a középkorba, és visznek ma is. Ugyanis az ókorhoz képest sokkal nagyobb tömegű, magasan művelt ember jelenik meg. A filozófiai iskolák az ókorban nagyon kis számú emberrel foglalkoztak csak. Az egyetemek, a középkori egyetemek, ennél nagyságrendel több embert nek a kiképzését biztosították. Sokkal szélesebb körben válik elérhetővé az oktatás, és ez ilyen multiplikatív hatást is jelentett, ugyanis az egyetemet végzett ember utána már jobban tudott a közoktatásban is részt venni. Nyitottabbak az egyetemek a gyakorlati problémák irányában, majd mindjárt a technikai forradalomnál ezt említjük. És a legnagyobb felfedezések az egyetemekhez kötődnek, mint amilyen Galilei Egyetemen oktatott, vagy a legtöbb kuta tudós egyetemi oktató tevékenységhez is kapcsolódnak a felfedezései. amit már utaltam, az ókori filozófiai iskolák szűk elitképző egyetemek helyek voltak, és nem igazán foglalkoztak gyakorlati problémákkal, csak akkor, ha valami kényszerhelyzet volt, lásd, Archimédész és a király parancsa, hogy tisztázza, hogy ez a, király, ez a korona aranyból van-e, akkor neki veselkedett Archimédész, és kiderült, hogy az ő hatalmas észbeli képességével tényleg is tudott, tényleg tudott is segíteni ezen, és kidolgozta például a falsúlymérésnek a módszerét. De magától nem foglalkozott volna Archimédész ezzel, ezzel szemben az egyetemeknek mindig is sajátossága volt, hogy foglalkoztak e, praktikus problémák megoldásával is. És itt eljutottunk a Praktikumon keresztül a technikai forradalomhoz, ami talán meglepő, de valójában a középkorban egy óriási technikai forradalom zajlik. Ennek legfőbb mozgató rugója az volt, hogy megszűnik a rabszolgaság, nem egy csettintése fokozatosan, és mondjuk a jobbágyok is azért befoghatók voltak bizonyos korlátok közt munkára, de azért nem lehetett alapvetően a, az emberi munkára alapozni úgy, ahogy az az ókorban volt. Ez előmozdítja a vízimalmok, szélmalmoknak a fejlesztését. Voltak ilyenek az ókorban is, csak nem volt akkor a motiváció a fejlesztésükre vagy a nagy építkezésekhez darukat, emelőket, csigákat használták, és egyre bonyolultabb gépeket építettek. A mai gépészet alapjai itt láthatók a középkorban. Ez a baloldali ábrapár, a kevés középkorból megmaradt rajz, ami ő valamiféle Viszkijemelőgép van például itt, eh, ahol éppen most az egérkurzót rángatom, ez pedig földfúrógépet láthatunk ezen a részen. És látjuk, hogy ilyen nagyméretű fából épített fogaskerekek és mindenféle áttételek találhatók itt. Vagy ez is egy régi ábrázolás különféle eh, középkori eh, műveletekről, különféle munkákról. Vagy itt láthatunk egy vízimalmot. A technikai forradalom kapcsán a görögöknél megemlítettük, hogy akár ott is elindulhatott volna, de nem indult. Az elméleti alapok és az alapvető gépek már adottak voltak a görögöknél is, viszont nem voltak motiválva arra, hogy például a Héron közgépét ténylegesen működő erőkifejtő gépé fejleszék inkább odahívtak egy csomó rabszolgát, vagy egy adag igavonó marhát, és azzal oldották meg az energia szükségletet. A középkorban sokkal nagyobb motiváció van erre, és a kezdeti nehézségek után, hát lásd ez a, az 530-as években, ezek a sötét évek, meg járványok, a kezdeti nehézségek után sokkal gyorsabb a fejlődés a technikai fejlesztésekben. Egy példát fölhozva ezekre, a középkor végére tiszer olyan fontos fog, fogbeosztást tudtak készíteni a szögmérő szerkezetekre, mint az ókorban. Látni fogjuk, hogy ez Keplernél különös jelentőséggel bír majd a naprendszer szerkezetének a felderítésében. Sajnos azonban, hogy pontosan hogy néztek ki ezek a gépek, erről hiányos a tudásunk, mert a gépeket általában fából készítették, és mondjuk az építkezés után ezeket szétszették, elégették, a fémalkatrészeket újra felhasználták, tehát nem maradtak meg ezek a gépek, és a tervezőknek se tulajdonítottak olyan nagy jelentőséget, hogy megörökítsék általában, és ilyen minőségben mm, ideiglenes anyagokon, tehát mondjuk papíron vagy efélén vázolták föl a gépek vázlatait, és nem örökítették meg ezeket. Lesz majd egy kivétel, említeni is fogjuk, Leonardo, aki egyrészt sokkal jobb minőségbe készítette el a gépek rajzait, másrészt ő tartós anyagra dolgozott, és ezért például Leonardo-tól fönnmaradtak ilyen gép rajzok. A mesterségek megbecsülése. Például ilyen fogalom az hét szabad művészet mellett létezett a középkorban, ez a Johannes Kótus Erigéna fogalmazta meg a 9. században, a megmunkálás hét művészet, ezt így fordította magyarra, a Septem Artes Mechanikét, a latin kiejtésem nem a legjobb. És fölsorolja a, a kézművesség, megmunkálás hét nagy területét, a szabászat, szövés, a mezőgazdaság, az építészet, hadászat, vadászat, kereskedelem, főzés, kohászat, fémmegmunkálás. Az, hogy már ezt így kategorizálták, és középkori ábrázolásokon be is mutatták a hét megmunkálási művészetet, ez a megbecsültséget jelenti, de ezekben a területekben ráismerhetünk a mai alkalmazott tudományokra. Textilipar, mezőgazdaság, építészet, hadipar, kereskedelem, tehát gazdasági terület, élelmiszeriparnak neveznék most, amit főzésként van megemlítve, kohászat, gépgyártás is mind-mind ide tartoznak. Jó néhány egyetemi karok nevében is ott van manapság, és meg mezőgazdaság és élelmiszeriperi, kar, és a többi. Tehát láthatjuk, hogy ezek a mai napig is meghatározzák a gondolkozásunkat, ez a fajta beosztása a mesterségeknek. Egy érdekesség, ami demonstrálja azt, hogy a középkorban igenis zajlott technikai fejlődés. Egy 11. századi angol bencés szerzetes, ahol, akinek a nevét vagy Eilmernek, vagy Olivernek írják forrástól függően, pontosan ledokumentálva épített siklógépet, és ki is próbálta. Kb. 200 métert repült, aztán mind a két lábát eltört a landoláskor, úgyhogy ez egy kicsit kedvét szekte, de mindenképpen épített siklógépet. Meg kell mondani, hogy nem ő volt a világon az első, Kínában korábban csináltak siklógépeket, és jó eséllyel tudhatott erről legalább valamit, de az biztos, hogy teljesen magára volt, magára volt hagyatva a kutatásban, abban az értelemben, hogy pontos terrajzokat nem kapott Kínára, volt csak az elveket, és ő maga kipróbált többféle szárnyat, megépített, nyilván fából meg vászomból. És ezek a próbálkozásai dokumentálhatóan fejlesztették a jobb vitorláknak a, az építését a középkorban, illetve a szélmalomlapátok is fejlődtek ezután, valamint a művészetben is megjelenik, mert ez az Eilmer fölismerte, a szány profilnak a fontosságát, hát mai szemmel nézve persze elég kezdetlegeset csinált, de ez is előrelépés volt, de ez ö, oda is vezetett, hogy realisztikusabb angyalszárnyakat ö, ábrázoltak utána, jó, tehát a realisztikus alatt azt értem, hogy a madárszányhoz jobban hasonlítókat ö, ö, ábrázoltak utána templomi ö, különféle freskókon is. Nos, miért nem sikerült igazán repülni ennek az embernek, ma már látjuk, nem volt igazán erős, de könnyű alapanyaga. Az első sikló repülőket, amiket tartós siklásra lehetett használni, azokat a 18.-19. századba építik. Ott is ez az alapanyag kérdése nagyon fontos, hogy vékony, de erős vázszerkezet és vékony, de erős, Valamilyen vászon kellett ezekre, és így építették meg az első repülőket. Valószínű, tudott volna már akkor építeni jó siklógépet, ha jó alapanyagok vannak neki, de hát nem voltak. A technikai forradalom, amit remélem sikerült demonstrálni, hogy a középkorban ténylegesen zajlott, ez nagyon fontos volt, a mi témánk a fizika fejlődése szempontjából. Például növelt az életszínvonalat és minőséget. Ez azt jelenti, hogy többen értek rá elméleti dolgokkal foglalkozni. Növelt az információ áramlás sebességét. Gondoljunk az akkor megjelenő postaszolgálatra és kövnyomtatásra. Nem kell részletezni, a könyvnyomtatás megjelenése akkora információ robbanás volt a középkor végén, mint a napjainkban az internet megjelenése. A pontos kálák irányzékok, azokat, hogy géppel le tudták gyártani, ez pontos mérőeszközöket adott, akár a földméréshez, akár a csillagászathoz. Problémákat vetett föl, ami kényszerítette az elmélet fejlődését. Más szemléletet adott, például a középkorban már elkezdik feszegetni, hogy Arisztotelesnek nincs igaza, hogy csak élőlény tud tartósan mozgatni valamit. Na de hát ehhez megbízhatóan működő gépek kellettek, hogy ez, hogy ez így lezajlódjék, amik az ókorban nem álltak rendelkezésre. Tehát ha nem csak élőlény tud tartósan mozgatni valamit, ez is a technikai forradalomnak a következményei közé tartozott. Összefoglalásként azt kell mondani, hogy a középkorban eleinte sok nehézség állt az emberek előtt, amit le kellett küzdeni. Részben ezért is nem születtek nagy felfedezések a középkor elején, de nagyon sok alapvető dolog történt, ami előkészítette a késő középkori robbanást, ami mondjuk Galilei korától következik be és azon kívül, hogy előkészítette a későbbi robbanást, sok eredmény, amit nem tulajdonítunk a középkornak, pedig valójában azért, el szoktunk feledkezni ezekről. A közoktatás, az egyetemek megjelenése, a gépészet, építészet fejlődése, a tízes számrendszer, ezt a következő előadásban részletesen megmutatjuk majd, a szögfüggvények megjelenése, az egyenleteknek a mai formája is ekkor alakul ki. Vagy a mechanika tudományán is sok mindent fejleszteni próbáltak már a középkorban, ezt a következő előadásokban meg fogjuk látni. Tehát valóban igaz az, amit a legelején mondtam, hogy a természettudomány forradalmát a középkor társadalmi, technikai és tudományos eredményei készítik elő, és ezért ha meg akarjuk érteni a modern tudományt, mindenképpen kell foglalkozni a középkori tudományjal is. Köszönöm szépen a figyelmet!